Mégsem volt ott II. Erzsébet királynő az emlékezés vasárnapján, holott a Buckingham palota csütörtöki közleményében még az állt, hogy az uralkodó határozott szándéka részt venni az eseményen. II. Erzsébet az utolsó pillanatban mondta le a részvételt, hátfájdalmaira hivatkozva. Az emlékezés vasárnapja mindig az első világháborút lezáró tűzszünet évfordulójához, azaz november 11-éhez legközelebb eső vasárnap. A több mint egy évszázados hagyomány során gyászünnepséggel emlékeznek meg a brit katona áldozatokról. A királynő koszorúját elsőszülött fia, Károly trónörökös helyezte el a háborús halottak tiszteletére emelt emlékműnél.